színpadra Lukács Dél. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy megköszönhetem. A minden előadásomat egy babús történettel kezdem, és most láthatjátok élőben, nagyon szép gyerek, pénzért meg lehet simogatni. Hetedik hónapos elmúlt, megsukta az anyja, és most már kezd benne csillogni az értelemnek a szikrája, és így fogom ezt az ember kezdeményt itt a kezemben, és azon gondolkodom, hogy mikor lett belőlem felnőtt, mert hát a szülők azok csak gyerekek gyerekkel, nem? És próbáltam meghatározni, hogy mi a felnőtté válásnak, vagy hát a férfivá válásnak a kritériuma, és kettő ilyen pontot találtam. Az egyik az, amikor a férfitársaktól várom majd a visszajelzést, amikortól már ízlik a sör. Nem azért is szól, hogy szál, hanem azért, mert a gabonát érzed. Ugye? Úgy fogyasztod, mint Krisztus testét. Mellé, meg ugye Krisztus vérét, a bort. Ugye? Tehát nem piálunk, áldozunk, az meg. Így van. A második pont a férfivá válása, amikor grafikus már nem vicc. Jó, ezen még elbuktam. Férfiként azért igen szegényes a gyerekdalos és mondókás portfólióm, és amikor már így kifogytam a tutáli bemáli bégből, meg a csigabiga gyerekékből, meg mit tudom én, akkor így valahonnan a elfolytott tudatalattimból előjött az Adide Adidit. Aminek az előadója bele is ragadt a lírai énbe, vagy 20 évre, de ez egy végtelenül szomorú dal. Arról szól, hogy egy anya nem akarja etetni a gyerekét. Nekem csak egy babám van, de nagyon rossz lehet annak a szülőnek, ugye nem azért, mert több gyerekük van, hanem ha látja, hogy a gyerekei egymást gyepálják, ugye? Gondoljátok el, hogy Pintér Sándor ezt hatványozottan érzi, amikor a tanárai veri a rendőreit. Ez van ez? Egyébként az egész gyerekvállalás szerintem egy picit túl van misztifikálva. Piedesztára vannak emelve azok, akik gyereket szültek, és mondjuk a Facebook fácsét így nézitek, és belefuttok ilyen komment folyamokba, akkor ugye jön az a generáció, hogy hát minket is ütöttek, verkek, mégis ember lett bennünk, de milyen vannak. És akkor olvasod itt a kommenteket, ha még nem találkoztatok ilyennel, akkor így kumulálnám nektek. Figyelj, minket is vertek, mégis ember lett belőlünk. Minden reggel kimásztunk a tóból, ahol laktunk, és reggelire meg kellett innunk egy pohár jéghideg patkánymérget. 26 órát sétáltunk az iskolába, mezítláb, mert csak egy pár cipőnk volt, kellett a tesónak. A jéghideg földön. Köszöntésképp megkorbácsoltak minket. Ebédre savas esővíz volt. Délután megint megkorbácsoltak, emlékeztetésképpen. Aztán megköszöntük a verést, kifizettük, hogy ott lehettünk, hazamentünk, és otthon fáradt traktorolajat vacsoráztunk. Mégis ember lett belőlünk. Mi építettük fel ezt az országot? Voltunk katonák, te voltál katonák? Te biztos voltál, bocsánat. A lányok, azok szültek, meg kapáltak egyszerre. Megvannak ezek a komment folyamok, itt gondolom néhányaknak. Lett egy új főparancsnokunk. És azt mondta, hogy vissza kellene vezetni a szitja harcmodort, ugye, végig sem mondom, már vicces. Vissza kellene vezetni a szitja harcmodort a magyar hadseregnek a kultúrájába. Most elképzelem, amint a Ráró fedő nevű egylóerős 4x4-es állatszőrrel borított járművön, ugye mennek a szitja katonáink, hátrafelé nyilazva, nyereg alatt hús van természetesen búhul, és veszentrianos csatakiáltással nyilaznak hátrafelé, ilyen armatatankokra. Hát ez lesz a
ez lesz a magyar hadseregnek a jövője. Zárásképpen lejár lassan az időm, csak egy mondat, a Norbi Update üzletet bezárnak, az új nevük az lesz, Norbi Uninstall. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Elvagy egyszerű feladra terhagyni a színpadot. Tök úgy nézel ki, mint Pedro Pascal, kelet-európai munkavetes.